Na csá, csumi csőtészta, csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, egy kis Modolt Spintiverse-szel érkeztem hozzátok. Nagyon régen volt Modolt Spintiverse, tudom, és nagyon furcsa, hogy most van, gondolom. És annak örömére, hogy ez most megtörtént, egy nagyon-nagyon speciális résszel érkeztem hozzátok, gyakorlatilag egy story alapú projektet fogunk tolni, egy MTZ-vel, egy Tátrával, és kettő darab hettel, ami nem biztos, hogy egy részben lesz, lehet, hogy kettő darab részbe fog felkerülni, még nem tudom. Azt se tudom, hogy fog pontosan zajlani, mert igazából most fogok belevágni ebbe az egész projektbe. De szerintem nagyon fogjátok bírni, gyakorlatilag egy műszaki mentést fogunk kivitelezni. Alig várom, hogy ez menjen. Na, az a lényeg, hogy akkor van nekünk itt egy MTZ-nk, meg egy Tátránk, amint látjátok, és ezekkel a gépekkel én el fogok indulni most egy bizonyos helyre. Az a lényeg, srácok, hogy egy bizonyos útvonalon, ezen az útvonalon, így, a célba kell eljutnunk. De lesz benne egy kis csavar, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni szerintem, mert nem lesz ez olyan egyszerű, szándékosan kitaláltam valami nagyon jó kis dolgot, és amivel igazán izgalmassá tehetjük, most nem fárt fogunk szállítani, most igazi műszaki mentéses projektet fogunk végrehajtani. Jujjujjujj, az MTZ nagyon pattog azon a dolgon. Ez egyébként, ez direkt az... Jujjujj, ez a 88-as Tátrán, nagyon bírom. Ez a Tátrán, ez a cucc, ez szándékosan egy ilyen műszaki mentős, egy ilyen... Nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen tipikus járműszállító dolog. De, fú basszus, ez még gyakorlatilag semmi. Tényleg meg fogjátok látni, hogy ez miről fog szólni az egész. Szerintem nagyon fogjátok élvezni. Én meg főleg fogom élvezni, de nem biztos, hogy... Mondjuk én nem biztos, hogy fogom élvezni, lehet, hogy nagy ötletesen fogok szopni vele. De azért mindenképpen megpróbálom, hogy ez hogy fog működni. Az a lényeg, hogy akkor próbáljuk meg ezt ugye elvinni. A pontból B pontba. Egyelőre ugye az a szituáció. Arra kéne mennem, ugye üzemanyagot szeretnénk felvenni természetesen. Hogy itt valahol át fogunk vágni, és akkor... Ez úgy fog működni ez az egész. Talán jók vagyunk, ugye? Azt a betyáról is szerint. Hát ez nem sokáig jutottunk, gyerekek. Úristen, ott az MTZ kereke, hallod? Na, hát ez nem volt szép, ez nem volt szép. Na most mit csináljunk, gyerekek? Pedig ezt az MTZ-t és ezt a Tátrát, ezt le kéne szállítani valahogy. Ugye ide a célhoz. Nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk megoldani. Bár lehet, hogy van egy ötletem. Lehet, hogy van nekünk kettő hetünk, amivel azért... Elég jó lehetne csapatni, várjatok, szerekezzünk már fel ezekkel a hetekkel, és próbáljuk meg kimenteni azokat a járműveket. Várja. Ó, egy jó kerék garnitúra mindenképp kell rá. És tudjátok mit? Én tudom, hogy mit. Az egyikre rakjuk mondjuk... Mi ez? Tudod mi ez? Daru. Ez egy ilyen iszonyat brutál daru. A másik hetre... Meg rakhatnánk mondjuk... Ugye, várjátok, mindenképp erre is nagy kereket, ugye? Gyerekek, ez olyan halkak ezek a járművek, nem? Így. A másikra meg... Mit szólnátok, hogyha raknánk... Van elvileg egy olyan... cucca hetekhez... Egy ilyen trailer. Csak az kell ez az iszonyat nagy traktor. És akkor egy ilyen trailert. És ezzel megpróbálhatnánk ugye akkor elszállítani a járműveket. Na hát ez nem lenne rossz. Ugye az darúval fölraknánk erre őket. És akkor utána ezen gyakorlatilag el tudnánk vinni. Nem olyan rossz ez. Minden esetre rakjunk még amit tudunk ilyen backupokat. Manual light, az micsoda? Ami felszerelhető, gyerekek, azt felpakoltuk. Oké, és a másikra is akkor már mindenképpen rakjuk fel. Ugye az ilyen... Manual light. Ezt akkor lehet világítani, gondolom. Ja. Jó, oké. Akkor az lesz. Neki is indulunk. Elviszünk mindenképp képet. Várja, a másik hetre nem raktunk izét.
Másik hetre nem raktunk kemény kerekeket. Ez minden. Jézus Isten, ez nagyon jó. Na, akkor csapjuk neki, gyerekek. Elmegyünk oda. És a darúzval megpróbáljuk kiszeregetni őket. Úgy, gyerekek. Ó, egy probléma van. Nagyon kevés az üzemanyag, úgyhogy az a spórolni kéne. Jó. Próbálkozzunk. Hát ez a szerkezet, ez a darú szerkezet, ezt most érzem egyébként, hogy iszonyatosan nehéz. És hogy talán azért nem lesz vele gond. Várjatok, az összkereket én kigapcsolom, kevesebbet teszik talán. Hát, ja, egy ilyen 30-valahány liter tevett az előbb például. Az a manual light, az nagyon kemény, várjál már. Az elvileg, mintha Bundi valamit beszélt volna, hogy... Hú, te ez nagyon durva ezek itt. Hol van a manual light? Aha. Hallod? És lehet világítani, munkalámpa. De ez jó lesz éjszakai küldetésbe, basszus. Nyomjuk neki, srácok. Bazd, emeli az elejét, hallod? Legalábbis ugye nem volt hajtva az eleje, azt simán itt tolta föl a kabint. Pedig ugye ott a motor is. Csak az a gond ugye, hogy iszonyat nehéz ez az egész felépítmény ott hátul. Na mindegy, menjünk. Gyerekek, a kábelek lógnak, minden, hallod, ezen az arun. Nem megcsinálva, de miért sérültünk? 8-as sérülés pont... Yeah. Sanyi... Nagyon sérülékenyen hetecske, ne szórakozz el. Egy hete? Ez nagyon rossz vicc volt. Egyébként a het az azt jelenti ugye, hogy heavy, equipment, transport, szóval ez egy ilyen... Ez tényleg egy ilyen nehéz dolgokat szállító járműnek számít. Ez egy amerikai gép egyébként. Hát szerintem ez volt az Amcsik válasza ugye a mazokra. Igaz, hogy egy kicsit más felépítési, ugye hagyományosabb kivitel. Úgy gyerekek, hogy fogom azt kiszedni onnan? Kinek van ötlete? Azon gondolkozom, lehet, hogy be kéne oda tolatnom, nem? Egyébként nagyon durván el lehet talpalni ez a... Csüte Isten. Nagyon... A hátsó kerék is fordulmat nézem egyébként. Nagyon brutálisan le lehet talpalni ezekkel a... darukkal. Hoppa. Kicsit megakadtunk. Lehet, hogy egy kicsit mély lesz. Ennyi, more? Nehogy földöntsük a hetet. Ez így oda... Mindjárt fölborul, baze. Egy baj van ezzel a hettel. 44 liter... 47 liter tevet, gyerekek. Az előbb. Egy baj van ezzel a hettel. Iszonyatosan nehéz, és iszonyatosan könnyen elsüllyed. Ennek köszönhetően. Valóban bemegyünk. Megyek egy kicsit erre. Annyira nem számít, hogy vízbe vagyunk. Úgy látom neki, elég magas. Elég magas a... Baszik, hát ez a motor mindjárt kiugrik a helyéről. 38 litkót eszünk. Hát, nem tudom, hova kéne betalpalnom. Az a gond, megpróbálnék úgy lenni, hogy háttaláljak neki. De akkor kevés esélye van annak, hogy felborítson. Megpróbáljuk kiemelni, gyerekek, ide erre a füves részre, jó? Oda. Oda megpróbáljuk kiemelni. Mindenképp még egy kicsit még mozdulok. Ahogy egyenesen álljon, jó. Talán jó lesz, ugye? Hát mondjuk ez aztán minden, hogy áll csak egyenesen, nem? Na mindegy, gyerekek, le kéne talpalni. Adó. Oké. Okay. Az megtörtént, gyerekek. Letalpaltunk keményen. Jó, akkor oda ki kéne majd szednünk. Lehet, hogy hozom közben másik hetet is, miért nem? Gyerekek, ezzel meg... Úristen, mi van itt a Jézus Isten? Na, induljunk meg. Minél kevesebbet kéne forgolásznom. Minél kevesebbet kéne forgolásznom, azt akartam mondani. Nyomok egy diffizárat, mert ez így nem akarja elhúzni ezt a vackot. És akkor erre meg föl tudjuk pakolni mind a két járművet, és talán biztonságba el tudjuk szállítani őket, bár nem tudom. Küldjük neki, lehet, hogy ide összkerék diffi minden kell.
Ez nagyon nagy az a szállítmány. Ajajajajaj. Ajaj. Na, nyomok egy összkereket is. Kíváncsi vagyok, mennyire megy fel a fogyasztásunk. 25 liter, 23 liter. 21 liter, mindenképp üzemanyagot is kell szerezni. Úgyhogy ez de nagyon összetett feladat lesz. Ugye, hogy azzal a hettel, amelyikkel föl kidarúzzuk, a valószínűleg el kell mennem üzemanyagra. Oda nézzetek gyerekek, hogy zabálja. 26, 23. Ő, te fiú. Adja rendesen. Gyerekek, úgy pörög a motor, hogy mindjárt kiszáll. Jó. Talán megindulunk már. Kicsit nehéz irányítani ezt a monstrumot ezzel a 200 kerékkel, ami... Igen. Nem tudom, le kell kiemelni. Ugye ki lehet emelni ezt, várjál ezt a pótot, megnézem, mert ez így valahogy nem jó. Aha. Igen, egy kicsit ki kéne emelnem, így fölfele. Akkor talán a hátulja ér csak le jobban. Aha, mintha jobb lenne. Így bele volt fúródva az eleje a földbe, jó? Sokkal jobb. Igaz, hogy 35 liter tevett az előbb, de legalább sebesség is van. Jó, az gyerekek, király. Ah, így sokkal jobb, ja. 40 liter, Jézus Isten. Igen, gyakorlatilag terhelés nélkül. 40 valahány liter volt terhelés nélkül. Jó, ez minden szép, csak eszik minden disznó, gyerekek. Na ez félreállok addig. Valahogy majd megközelítjük a telepet. Ide mondjuk félreállok, jó helyen vagyunk. Oké. És akkor ki kéne darúznunk, ami szerintem a legnehezebb feladat lesz ebbe a játékban most. Gyerekek, ez nem lesz egyszerű, jó. Kevés üzemanyagom van, de most annyira nem is kell üzemanyag. Próbálkozzunk meg vele. Figyelj, még a tükör is remeg meg minden. Na. Kicsit kitoljuk. Nem tudom, lehet, hogy az MTZ-t kéne kikapni először. Azért az durvább. Az MTZ valahol ott van benne, ugye? Próbáljuk kiorgászni. Lehet, hogy bele van akadva még a izébe. Ez lesz az MTZ vajon? Talán. Na, akkor próbálkozzunk kiszedni. Finoman. Finoman, mert nem akarom, hogy fölboruljon az egész kotla. Finoman. És az MTZ. Kicsit lehet, hogy visszahúzom a kart. Oké, jó. Jók vagyunk, gyerekek, jók vagyunk. Följebb, magasabbra. Nagyon finom van, nagyon finom a gyerekek, mert elkezdesz hullámozni meg minden. Nekünk nem lesz jó. Az igen. Na ilyet még nem nagyon csináltam ebben a játékban. Ilyen erős darut szerintem még nem találtam. Fú, de nagyon-nagyon mozog gyerekek ez, hogyha nekünk odaver, akkor baj lesz. Na, mint hogyha földhöz ver minket. Kicsit ki... Megszárítjuk gyerekek az MTZ-t kötél, hallod? Ki van akazva az MTZ? Na, fordítsuk. Az a baj, erre is dől a gép. Nem, hogy véletlenül feldőljön. Ide le akarom rakni erre a száraz részre, és akkor picit odébb megyünk bele, hogyha még tudunk. Gyerekek, MTZ lógatás naplementébe. Ez nagyon adja. Jó. Rendben. Kicsit lejjebb, ugye? Kicsit kijebb is... Ojoj! Jó, kicsit kijebb tolom. Na, mennyi arra visszafele. Meg meghúzom egy picit. Ojoj! Áll meg, Sanyi, áll meg! Jó. Eddig jól vagyunk. MTZ-vel megpróbálok picit félreállni.
Aha, még van benne üzemanyag, jó, oké. Jó. Ugyan ide ki kéne emelnünk azt a tátrát is, ami nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Ugyan ide kiemelném a tátrát, akkor ugye föl tudnám rakni itt az MTZ-t rá. Utána, meg ugye az egész arra a szerelvényre. Az anyád úristen itt? Na. Jó, akkor nyomhatjuk a hettel gyerekeket, megpróbálkozunk vele, visszahúzom a... Visszahúzom kicsit a kart. Oké. És akkor most nézzük, hát ez... Ugye az MTZ-nek szerintem legalább a 3-4-szerese, vagy még talán több is. Ez a súly, amit most megpróbálunk emelni. Attól félek, lehet, hogy arra a tisztásra kéne raknom, mert az a baj, hogy erre dől ez az egész, látod? És hogyha arra hajtanám, akkor még esetleg jobban megállna. Viszont az MTZ-be kikapcsolom a motort, mert ketyeg mind az őrült. Ez marhára idegesít. Na nézzük, próbálkozzunk. Nem tudom, hogy hol kéne megkapnom. Van ugye közepén egy pont, egy fogási pont, lehet, hogy azt kéne csipnem. Az ott van valahol lenne, aha. Jó, mélyen van. De azt miért nem engedi, várja? Nem engedi, hallod? Jó, akkor megfogjuk a seggét a kicsikének, ezt megpróbáljuk föl kiemelni. Ajaj. Megfeszítjük. Kicsit ki kell tolnom, mert nekem fog menni. Jó, egy picit húzzuk vissza. Hol fogom ezt vajon, basszus? Oké, felállítottuk. És meg akarom ezt fogni az egészet. Ezt ide le kéne dobnom. És ezt a pontot, na ezt a pontot kerestem, a csörlőnek a pontját. Ez szerintem ez lesz a legjobb. Kitolom. És akkor emeljünk. Gyerekek. Az nem egyszerű. Ó jaj. Ó jaj. Visszahúzom. Ojaj! Jó. Jó, megnyugodott. Az a baj, össze-vissza vagdolódik a súly. Visszahúzom egy kicsit a... Gyerekek! A fizikai kölcsönhatások tengerébe éppen vonaglunk. Jó, nyugodj meg. Oké, állj meg egy kicsit, állj meg! Állj meg egy kicsit, nehogy neki menjen a darukarnak se. Jók vagyunk, gyerekek, nagyon jók vagyunk. Tudom, egy kicsit extrém. És most ugye jobbra én ezt semmiképp nem merem elfordítani, hanem ide balra ide letesszük. Nagyon kicsi mozdulatokkal. De arra a füves részre odadobjuk. Jó vagyunk, nagyon jó. Jó, hogy van ezen a tátrán ez a pont. Ha ilyen jól tudom. És akkor most kéne lerakni. Azt hiszem, hogy királyok vagyunk, gyerekek. Azt hiszem, hogy megoldottuk. Na most a munkalábbát legalább ki tudjuk próbálni. Ez nagyon jó. Oké, jó. Lerakom. Gyerekek, király.
Le is állítottam a motort. Azon filózok, hogy valamibe kéne aludni egyet, de nem a headbe. Mondjuk a MTZ-be csicsikálunk egyet, hogy ne éjszaka csapassuk. Oké, okay, és akkor annyi, hogy nekünk el kellene mennünk üzemanyagért a hetek számára. Mert ez nekünk így ez nem lesz jó, úgyhogy a hetekkel, valamelyik hettel, valószínű, hogy nem ezzel, hanem a másikkal. Ezzel vissza kellene menni. És hozni kellene, nem tudom, vissza tudunk-e jutni egyáltalán, lehet, hogy visszajutunk. Hozni kellene nekünk egy tartálykocsit, amit el tudunk ugye vinni. Várjál. Azon filózok. Azon filózok, gyerekek, hogy lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy gyorsan még ezt megtankolom, mert ugye még el kell oda visszamenni, jó, ezt menjünk el tankoljuk meg. Oké, ezt összecsuktam. Ugye itt van nem messze az üzemanyag. Megpróbálunk elmenni megtankolni. Ezzel, úgyhogy saját magunk ugye legyünk megtankolva. Nyomás gyerekek. Ugye az MTZ. Baromi nehéz ez a daru. Úgy felborulj. Nyomtam neki egy retteltest. Biztos, ami biztos mi. Te fiú, ez nagyon nehéz az a daru, majdnem féltem nyomni a gázt, mondom, tuti felborulunk. És annyit eszik, 45 liter meg ilyeneket hallod. Azon filózok, lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy két hettel megyek. Az egyikkel hozok üzemanyagot, másik elő befogom, és akkor ketten fogjuk húzni a cuccot. Nem vagyok benne biztos, hogy mi ezt el fogjuk vinni a síkságon keresztül. Most csak annyit csinálunk ugye, hogy saját magunkat megtankoljuk, az a fontos. Oké. Okay. Jó. És akkor most megyünk haza. Az a durva, hogy gyakorlatilag 1000 literünk van, ami nem jó, nem elég ám semmire. És ide, ja, itt mindenképpen gyerekek újra kell gondolni ezt az egészet. Ide kell egy baromi nagy tartály. Amivel hoz... Visszük folyamatosan az üzemanyagot, és két hettel kell vinnünk a rakományt is. Így ez tényleg egy összetett feladat lesz. Onnan most megszervezzük itt a gyakorlatilag a logisztikai dolgot. Ide hozunk üzemanyagot, fölpakoljuk a járműveket, és szerintem az egy részbe fog beleférni. És utána azt csináljuk gyerekek, hogy a szállítás az a következő részbe lesz. Úgy érzem, hogy ez nem lesz olyan egyszerű. 40 liter gyerekek, hallod? Ma megettünk izét. Ma megettünk 30 litert. Mármint 44 liter, 48 liter, ilyeneket zabbont. Most itt, hogy hol tudok átmenni, azt ne kérdezd. Próbálunk a parton? Ja, itt el tudtunk menni, jó? Mi sérülünk is, mint a barom. Hát nem egyszerű, na. Jó, és itt nem fog fölmenni. Á, gyerekek, ezt örülök, hogyha ebben a részben meg tudom csinálni az előkészületeket. Mennyi, bazd, mennyi! Hallod, már megettünk 50 liter üzemanyagot, ennyi dolgot. És akkor még nem csináltuk semmit, úgyhogy mindenképp kell ide egy baromi nagy tartály. Egy nagy tartály nélkül itt nem fogok semmit érni. Ide mindenképp kell egy tartály. Kell egy tartály, kell egy het, utána egy tartály, utána egy het, utána a trailer és fönn a gépek. Akkor talán, nagyon talán van esélyünk leszállítani az árut. És a viszonylag olyan tartály kéne, ami nem pót. Mert a pótos tartály az azzal meg megint gondok lesznek. Mert az megint ekiként viselkedik. Nem tudom. Nem tudom, mi lesz ebből.
De nagyon, ezt most élvezem. Rég élveztem spintározt annyira. Gyerekek, lehet tippelni, hogy ez sikerül-e ez a projekt. Tehát ez nagyon, nagyon összetett, és egy pici hibától ugye meg lehet bukni gyakorlatilag. Az, hát oda, ez a het is gyakorlatilag megdöglik basszus az alatt a súly alatt. Ami van ez a nagy vontatmány. De így legalább most tele van ugye ez a het. És vissza tudtam jönni, és vissza tudok menni, és ez nekem így most már egész jó. Na. Nézzük valami jó üzemanyag szállító cuclit erre. Fordulj már meg. Jó, úgyis megjavítódik ugye itt, ez jó lesz nekünk. Na nézzük. Ezt vegyük le gyorsan róla, bazze. Ezt a manual light-ot is leveszem. Nem, ez backup az kell. Nézzék kell, crane az nem kell nekem. Jó. Ó, mennyivel megkönnyebbült, mi? Marker az mi? Ja, ilyen izé. 1800 liter üzemanyag kapacitás, hallod? Ez a 2800. Jó, 1800 gyerekek, nekünk bőven elég lesz. Ó, hát ez jó lesz, ez jó lesz. Ez a 800 liter csak elég lesz, bazza meg, teletankoljuk őket. És tudod a lényeg, mind a két gépet teletankolom, meg még viszünk 1800 litert. Ez szerintem csak elég. Menjünk barátom, 41 literes fogyasztással, hallod? Nem jön neki. Viszont az 1800 litert ezt teletankolom, akkor jó, meg lesz terhelve ám a gép. A másik az, mi a? Mi a túró van, gyerek? Hey, menj már ki! Oh, annyira nem... Azt hittem, hogy ez nagyobb számok ezek a hetek. Azért itt kínlódni fogok keményen, hallod? Kínlódni fogok keményen. Hogy... hát az a nagy gép... a síkságon át, ne is mond. Hogy sérült-e, fiú? Van mondjuk javításpontom ugye, van a pultkeréked is. Úgyhogy annyira nem para. És ugye az a lényeg. Nekem mennem üzemanyagért. 1800 liter, 1000-et betankolunk, még marad 800 liter pluszunk. Annyiban meg nem merek elindulni, hallod? Ez nagyon necces ez az egész. Ha, hallod? Lesz itt gond. Nyer itt ez a gép, de ezek a gumik nem annyira akarnak tapadni. Mint tapadjon, mi mocsáróban vagyunk. Én nekem is aztán vannak elvárásaim. Izé, tonnás, 30 tonnás monstrum, azt még izé ilyen tapadjon. Mocsárba. ...88-as egyébként, az a durva, hogy ez egy kamion, kivitel, vagyis egy nyerges, ott egy nagyon sérülsz, hogy rohagy meg, bevert neki egy csomó sérüléspontot. Gyuri a sarat rendesen. Ugye kicsi átmérőjük a kerekek, mazoknak, egy baromi nagy átmérő kerekei vannak, az nagy előny. Ó, te fiú, aki durrantott. Jó, azért javítok is, engem nem érdekel. Na, tankoljuk meg. Figyeljetek, hogy le fog ülni. Nem, annyira nem. Na, van 1800 literünk. Amit ugye ebből 1000-et bele fogok tankolni a másik mozgó, vagyis 800, tehát akkor 1000-ünk marad. Nem tudom, hogy elég lesz, inkább megtankolunk még egyszer. Mármint megtöltjük a tartályt, hogy fullon legyen, 1800 literrel induljunk, meg full tankokkal. Érdekes lesz, érdekes szituáció lesz. Fölkészülünk a nagy útra, megtervezzük az útvonalat. Nem tudom itt is, hogy el lehet-e venni, nem,
Á, nem merek kockáztatni, inkább menjünk ott, ahhoz tudom, hogy nem fogunk tökig elmerülni. Kicsik a kerekek ezen, kicsik. A Maznak a konstrukciója abból jobb, hogy nagy kerekei vannak. Megtankoljuk a lövöt. Az is olyan műző, igen, van merülve, hallod. Tengeig ott ide benne sárba. Mint egy nagy darab vast itt beledobsz a sárba, érted, aztán ott téderezik. És onnan el fog indulni, az a durva. Az a durva rész az egésznek. Na, innen már meg tudod tankolni? Ah, meg Sanyi. Jó, oké. Akkor még van ez 5 literünk, ami nagyon kevés. Szóval visszamegyünk, még egyszer megtankoljuk, bocs gyerekek. Ugye valahogy kiketsz melegek innen, nem? Itt aztán nagyon szétvágom a sorat. Oké. Okay. Ilyen, ilyet se szállítottam volna valami háborúba, vagy szállítanék, ilyen üzemanyagos jármű. Azért belepattintanak egyet, ezt megyünk a Mogerkerbe. Rendes árkokat ássak ezzel a géppel. Oda nézzél, hallod? Nem úgy fölkapott volna oda, hanem elkezdett süllyedni. Az a baj ugye tényleg, hogy nem megy fel a sár tetejére, nem nagy kerekei vannak, hanem kicsi, és akkor így beleássa magát mindig. Menjél, barátom, menjél. Ez az. Még jó, hogy ezeket a kerekeket hoztam, ezeket a dupla vadállatokat. Nem tudom, ez egy kerékkel eléggé bajos lett volna. Utcaival. Jó. Akkor fullon vagyunk, ugye gyerekek? Betulatok ide most. Jó, akkor fullon vagyunk. Akkor ezt befogom a izé elé. Másik het elé. És akkor fölpakolhatjuk gyakorlatilag a hetre a járműveket. A mentő járműnek ezek jók, de lehet, hogy egy mazzal jobban ki lennék segítve. Most azon gondolkozok, hogy egy nagy mazt fognék a másik het elé, akkor tuti könnyebben kirángatnám, szétrángatnánk minden. És az a baj, nincs nagy mazunk, érted? Könnyen dumálnék, hogy nagy mazt fogok be. De ha nincs, ott szerintem ott a síkságon ezek el fognak veszni, ezek nem fognak tudni is mit csinálni. Mekkora sár van ott, hallod, ilyen izé. Múltkor bundival mentünk, hallod, ezt tökig elsüllyedtünk ajtóig mindenne. Szerintem nem tudom, hogy ezek mennyire fogják ezt túlélni. Tudom, veszélyes vízszint, jó. No problém, kimegyünk itt. Balra, szedd alá, Jani! Á, pörög a kerék, mint disznó. Amúgy bírja, jók állam ezek a hetek. Azért innen kijönni. Hoppa, ilyen súlya. Na, erre gondoltam, gyerekek, hogy 2 het húzza a trélert. Szükség lesz rá, higgyétek el. És akkor gyakorlatilag 16 kerék, 16 hajtott kerék lesz, ami ugye húzni fogja azt a trélert. Jó. Na akkor most össze kéne szedni itt a dolgokat. Próbáljunk meg oda hátra kivickelni ezekkel a gépekkel, vagy pedig megpróbáltunk egy olyat, hogy a Tátrára már felrakjuk az MTZ-t itt. Le is kapcsolom. Gyönyörűséges Tátra. Komolyan mondom, ez a Tátra jobban megy, bazze. Jó, oké, aláírom, azok a hetek marha nehezek. Ezt akartam mondani, ez a Tátra jobban megy mint az a het. De hát ugye... Azért
Azok a hetek nagyon nehezek tényleg. Hát csak ezt úgy kéne csinálnom. Ha meg Rozi. És fölcsörlődöm szerintem. Mert azon a vaspallón ez nem nagyon fog följönni. Azaz gyerekek, király mi? Na, na, még egy kicsit, na. Úgyhogy köszönjük szépen. MTZ-t kikapcsolom, mert nagyon ketyeg. Na, valahogy kikecmergünk innen. Ujjúj, ujjúj. A Tátra. A Tátra azért tudja dolgát, ugye? Cseh. Cseh. Szlovák. Csoda masina. Hát, hogy föltolhatok, ha már egyszer így áll, nem? Le kell nyitnunk a hátulját. Van ám itt izé mindenféle hülyeség. Oké, okay, megnézzük, akkor mehetünk is a Tátrára. Nem tudom, fel tudok tolatni rá? Itt elebbre. Elebbre megyünk, mert nagyon összetett itt ez a dolog. Jó lesz. Látom, hogy nagyjából a szélesség is jó. Jani, ne száll le a gázról, mert baj lesz. Ó, és van még ide is, ilyen kerékfogó, figyeld. De jó, nagyon jó. Gyerekek, ezt nagyon föltettük, hallod? Oké, ezt nagyon föltettük, kettes, hát. Fölcsöpp lakasztatom a izét. Helye? Nézzük, hogy nem tudom megütköztetni az orrának. Nem? Jó, eddig lehet. Nem baj, jó az gyerekek, fasza. Na, hát ez egy korrekt rakomány szerintem. Meg egy korrekt konvoj. Nézzünk egy... Aha, ez nagyon jó. Én soha nem mentem ezen az úton, de úgy látom, hogy itt végig lehet menni. Úgyhogy ez nekem talán jó lesz. Itt elmegyünk erre. Vajon mi jön, meg van szakadva? Nem, csak úgy lehet, hogy valami szarúton kell átmenni. Na mindegy, átmegyünk erre. Elvileg itt kijutunk a síkságra, és akkor már más teendők nincs, mint a síkságon átvágni, és ide valahogy elkezd melegni. Hát nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog. Ez a következő részben fog kiderülni, mert nem akarom már zahúzni az időt, lehet, hogy iszonyatosan hosszú lenne. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet eddig is, és várlak benneteket a következő részben, hogy a Tátrát és az MTZ-t le tudjuk elszállítani ezzel a kettő brutális döggel. Na, köszi, hogy itt voltatok, jók legyetek, szavaztok!